Üdvözlöm! Ön speciális előfizetésre váltott. Az Igazság TV mai adásában stúdiónk vendégei lesznek Isten, Buddha, Lucifer és a csapat legfiatalabb tagja, Jézus. Erdődi Adrien Oh My God című szellemes történetében riport alanyainknak dönteni kéne arról, hogy mi legyen a földdel a járvány után. Az egész világ, mintha csak az Istenek tévésója lenne. A most következő jelenet abszurd, mulatságos és sajátos szemszögből figyeli a Covid-tól sújtott emberiséget. Nagyon kíváncsi vagyok, mit gondol erről Lucifer. Isten Gémes Antos, Jézus Barsi Márton, Buddha Szűcs Sándor, Lucifer Szatmári Attila. A sót rendezte Fillár István. Ne felejtsék, a jelenetek akár többször is visszanézhetők a színház Facebook oldalán. Szavazataikat március 14-e és 30-a között várjuk a Pesti Magyar Színház Facebook oldalán megtalálható szavazófelületen. A döntés, hogy kik kerülnek a dobogóra, kizárólag önökön múlik. Nagyon köszönöm eddigi megtisztelő figyelmüket. Virtuális háziasszonyként teendőim ezzel véget értek. Legközelebb találkozzunk az eredményhirdetésen március 31-én este 7 órakor ugyanitt. Pápa! Szerencsétlenségben 6-an életüket vesztették, és 65-en megsérült. 300 tűzoltó dolgozik a viadukt romjai között, kutyákkal kutatnak az eltűnt emberek után. Miután szombaton felrobbant az egyik ilyen típusú utas szállító hajtóműve. Hol ismeretlen személyek több ezer, akár több tízezer liter olajat engedtek a Dunába. 10 people have been injured in an explosion at Mount... helynek, ahol tűzük. Apa, miért foglalkozol velük? Elég lesz az önostorozásból. Szabad akaratot adtam nekik. Delegáltam őket, mint egy jó vezető, és nézd meg, hogy mi lett az eredménye. Ne haragudj rájuk, nem tudják, mit cselekszenek. Fiam, én kezdek elbizonytalanodni abban, hogy csak az vóható felelősségre, aki tudatában van a tetteinek. Először a fák, aztán az állatok, majd jön a föld, szép lassan elpusztítják önmagukat is. Én nem vagyok benne biztos, hogy végig tudom nézni ezt a szörnyűséget. Kicsit önzők, kicsit gyávák, de a mieink. A földért én is aggódom. Szerintem nekik egy megváltó kell. Lemenjek. Ezt már egyszer eljátszottuk, fiam. Én jeleket küldök. Én lesújtok. Vírusok, katasztrófák, korlátozások, aztán újabb vírusok és újabb korlátozások. És nem fog segíteni rajtuk, hogy jössz te és kihúzod őket a bajból. Sok kis megváltóra lenne szükségük. Ezért szeretünk, édesapám, mert szigorú vagy, de jóságos. Megbocsátasz. Ott vagy mindenben. Most nem válik be a trükközés, fiam. Megingott a bizalmam. Ha te hited el, hogy mit vársz tőlük? Én abba se vagyok biztos, hogy jó ötlet volt egyáltalán megteremteni őket. Ezek elég kemény szavak, édesapám, ezt hallani is fáj. Mert ez az igazság. Egy szülő is kiakadhat, fiam. Nem. Ennek véget kell vetni. Kicsit önzők, kicsit gyávák, de a mieink. Azban pedig már olyan közel voltam. Namaste! Hogy vagy, Cindy? Ne is kérdezd, öreg barátom. Pedig ahol a kérdés, ott a válasz. Ja, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Bla, bla, bla. Mind a ketten elfogadjuk magunkban a fényt és a sötétséget,
de te a vajszíved miatt néha engeded a szélsőségeket. Tudom, tudom. Hitler meg Teréz anya. Figyelj, hát mindketten az egyensúlyra törekszünk. Csak én egy kicsit másképp értelmezem a fekete és fehéret. Mit csinálsz? Figyelj, a legutóbbi trippemen a földön megismertem ezt a cuccot, és hát... Atyám! Szidhárta! Ugyan már? Hogy is van ez a ne ítél, hogy ne ítéltes? Atyám, néha bort iszol és vizet prédítesz. Jól van! Hol tartottunk? Tudom, hogy lesz megint egyensúly a földön? Ne vágy rá, engedd el! Elengedtem, és nézd meg, mi lett belőle. Nem engedted el, öreg barátom. Azt akarod elhitetni magaddal, hogy nem befolyásolnak téged. De te minden áldott nap rácsatlakozol arra. Na szóval, nézed a világodat, nézed a kedvenceidet, hogy nem becsülik azt, amit adtál nekik. Azért ez nem fair. Nem születhet mindenki hercegnek, és teheti meg, hogy elmegy egy spirit journey-re, aztán éveken át meditálgat. Nézd már, kiből beszél az irigység. A lényeg az, hogy én nem szenvedek, ők pedig fájdalomfüggők. Na, a függőségekről inkább ne beszéljünk. Ugyan már, bármikor letehetném, ha akarnám. Na jó, elegem lett a hosszú, kitartást igénylő útból. Küzdelmes évek helyett én most másodperceket várok, hogy lebegjek. Én ezt választom. Bárcsak mindenki meg tudná csinálni enélkül is. Stressz, vagy vírus, ide vagy oda. Mondjuk, én tényleg nem értem a pia menő, a fű meg az ördögtől való dolgot. Hívtatok? Istenem. Jézusom. Namaste! Ha engem kérdeztek, mindkettő tőled származik, uram. Viszont én vagyok a marketing felelős. Mindkettőt jó csomagolásban eladom. Milliók tűzik zászlajukra az egyiket, és gyűlölik a másikat. És fordítva. Azért vannak jócskán, akik nem vetik meg egyiket sem. Ne gyere megint a hippi dumával, a hosszú hajadat még elnéztem. Apa, te tanítottál meg a borost. Mi, én vagyok a hibás? Nyugalom! Istenem, én most megvilágosodtam. Az többször is lehet. Szerintem azért zavarnak ők annyira téged, mert te magad sem tudod elfogadni magadban a sötétséget, és csak a fényt szeretnéd, hogy lássák benned. Ti nem tudjátok, hogy milyen, amikor több milliárd ember beszél hozzátok. A segítségedet kérik, aztán pedig elhordanak mindennek. Én minden tőlem telhetőt megteszek. Én határokat szabok, mégis szabadságot adok. Jeleket küldök. Nem, én ezt nem bírom tovább. Apa, csak semmi. Hogy mikén? Engedd a felszínre az erőd, de te irányítsd őt, ne ő téged. A haragtól nem tudsz gondolkodni. Vegyél egy mély lélegzetet. Hogy már ezt a baromságot! Ez az. Csinálj csak! A legnagyobb jó pusztul. Akkor, barátocskám, mindenkinek annyi pusztulsz, te is? Dehogy. Show must go on! Csinálj! Végre eljött az én időm! Nem megy. Azt hiszem, bármennyire szánalmasak is, ők az én gyermekeim. Belőlem vannak. Én nem mondok le se róluk, se önmagamról. A fordított pszichológia mindig bejön. Úgyhogy azt hiszem, hogy részben igazad volt, fiam. Ha te mondod. Megváltóra van szükségük. Ha azt akarod, hogy menjek le, megint fel kell készülnem. Elszoktam a fájdalomtól. Ahogy mondottam, sok kis megváltóra van szükségük. És ahogy sugaltad, kapnak még egy utolsó utáni esélyt. Komolyan? Ez nagyon kedves tőled, öreg. Nem csak miattuk. Az az igazság, hogyha kiveszem őket a műsorból, akkor... Elég unalmas lesz odalenn. Meg hát ide fent is. Ugye megmondtam? A tökéletesen csendes és békés bolygó emberek nélkül
Mit tudnánk kezdeni vele? Én szeretem a csendet. Ne fogod! Csendet?